Íme Pike, a vérkikötői gyilkos. Magára hagyta a legénysége. Megfulladt, mégis él. A bosszúvágytól eszét vesztett, élő halott, becserkész és megnyomorít mindenkit, aki a listáján szerepel. Üdv mindenkinek! Ez itt Pike hős bemutatója. Passzívja a sötét mélység adománya. Amikor nem látják az ellenfelei, visszanyeri a hősöktől elszenvedett sebzés egy részét. Ezen kívül bármilyen forrásból szerzett bónusz életerőt sebzéssé alakít. Kúja a csontnyárs. Ez a félelem szaga. Pike felnyársalja és jelentősen lelassítja az előtte álló ellenfeleket. Ha nyomva tartod a kút, Pike felkészül a szigony elhajítására. Felnyársalja az eltalált ellenfelet, majd közelebb húzza magához. Mindig adott távolságra rántja vissza a célpontját, tehát átlendítheted a falakon a hősöket, vagy magad mögé hajíthatod őket. Dupla V-je az alámerülés. Pike vízbe merül, amivel álcázza magát. Néhány másodpercre bónusz mozgási sebességet kap. A W kiváló lerohanásra, és az elsődleges módja annak, hogy harc közben aktiváld az adományt. Ha eltűnsz az ellenfeleid szem elől, visszanyerhetsz némi életerőt és felbosszanthatod őket. Eje a tengeri fantom. Pike előre tör, és egy vízbe fúlt fantomot hagy hátra, ami rövid késleltetés után visszatér Pike-hoz, megsebezve és elkábítva, akin áthalad. A fantom követi Pike-ot, függetlenül attól, hogy milyen messze van, vagy hogy hogyan tud odajutni. Nem kell mindig a Q-val indítani. Maradj kiszámíthatatlan. Használd például a tengeri fantomot a nyársalás előtt. Végső képessége a gyilkos mélység. Jöjjön a támogató, ugye? Pike lecsap egy X alakú területre, odaugrik a hősökhöz, és kivégzi, akinek az életereje egy adott érték alatti. Akiknek ennél több az életereje, azokat csak megsebzi. Amikor egy hős meghal az X-en, Pike egy rövid ideig ismét bevetheti a gyilkos mélységet. Végre nem kapálózik. Ha egy szövetséges asszisztot szerez Pike gyilkosságából, megkapja az értejáró aranyat. Nem ellopja, hanem megosztja a gyilkosságot. Pike lehetőséget keres a letámadásra, hogy felnyársalja az ellenfeleit. Ha sikerült mindenkit felaprítani az ösvényen, keres új helyet az X-nek. Mielőtt beugrasz a mély vízbe, nézd meg, hogy van-e szövetséges a közelben, hogy legyen, aki mentővet dob. Pike a gyilkolást segítő rúnákat kedveli. Az áramütés és a hirtelen csapás rúnák felgyorsítják az ellenfelek kifilézését. A vizenjárás és a fürgeség rúnákkal pedig temetővé változtathatod a folyót. Ha el akarod költeni a zsákmányt, az árnykard tovább növelheti sebzésedet és halálosságodat. Még sokoldalúbb lehetsz olyan támogatói tárgyakkal, mint az erekje pajzs. A passzív életerő átalakításának hála továbbra is nagy sebzésed lesz. Bár Pike nem tudja olyan gyorsan kicsinálni a célpontokat, képes figyelmeztetés nélkül feltűnni és néhány másodperc alatt hullámsírba küldeni őket. Ha betalálsz a Q-val, az E biztos célpontot kap. Ha kevés az életerejük, X-eld ki őket. A W és az E jelentős mozgékonyságot biztosít, és gyorsan átkelhetsz velük a térképen. A végső képessége is mozgékonyságot ad. Az átvillanás hatást kihasználva trükkös támadásokat lehet indítani. Ha szerinted is a halál a legjobb tömegirányítás, vedd fel Pike-ot a legénységbe, és kezd el kihúzni a neveket a listádról. Köszönjük, hogy megnézted Pike hős bemutatóját. További infókért kattints az alábbi hivatkozásokra.